Sziasztok, sziklai Bence vagyok, profilozó, és ez a Hazugságvizsgáló első része. Szeretettel köszöntünk benneteket. Um, hadd mutassam be nektek kollégámat, Farkas Lászlót. Kezét van itt ma velünk, hogy elbeszélgessünk arról, hogy uh, mi az a testbeszéd, mi az a kommunikáció, uh, mi az a profilozás. Um, úgyhogy át is adom neked a szót, Laci, hogy, hogy bemutassa saját magad. Álasz. Sziasztok! Farkas László vagyok, biztonságpolitikát, közgazdaságtant és pszichológiát tanultam, illetve tanulok, és jelenleg egy szoftverfejlesztő cégnél foglalkozom a szoftverfejlesztő csapatok szervezetfejlesztésével és projektvezetésével. Olyan aktív tudásanyaggal a profilozás és a testbeszéd terén nem rendelkezem, mint Bence, viszont több aspektusba tudok kapcsolódni a témához, és korábbi beszélgetéseink során abszolút lebilincselt Ö, amiket Bence mesélt a profilozásról és Chase Hughes munkásságáról, hogy ezért is vállaltam, hogy leszek a beszélgető partnere bence ebben a podcastben, és bízom benne, hogy tudom terelni és támogatni a beszélgetést, hogy az érthető és követhető legyen számotokra. Oké, okay, szóval beszélgetni fogunk a kommunikáció alapjairól, fogunk beszélgetni a tudás és a skill közötti különbségről, illetve kicsikét belemegyünk az evolúció pszichológiába, de csak nagyon ilyen szórakoztató és nagyon lágy jelleggel. Úgyhogy kezdjünk is talán akkor egy mitosznak az eloszlatásával, az pedig nem más, mint hogy talán mindenki, mindegyik őtök hallott róla, az pedig, hogy, hogy hány százaléka vajon az emberi kommunikációnak a nonverbális kommunikáció. Igen, ez egy, ez egy elég ö, ilyen divatos kérdés, vagy hogy olyan elég sok hasonló, hasonló témát feldolgozó testbeszéddel foglalkozó ö, műsorban és cikkben lehet hallani ezt a, ezt a számot. Ö, egyébként viszonylag változó, de általában a, az ilyen 90-hez közel van a nonverbális és 10 a, a, a verbális kommunikáció. Látszik, hogy már, hogy már Laci azért olvastott egy-kettőt az ebből a témából. És igen, abszolút így van. Én azt a kérdést szoktam feltenni általában a tréningeken, hogy miért van az, hogyha a szakértők szerint a kommunikációnk 93%-a nonverbális, akkor miért van az, hogy a Harvard Pszichológia szakán az 5 év alatt kevesebb, mint 30 percet foglalkoznak vele? Ez elég diszonáns, ugye ez a, ez a szám, és hát egyébként nem igaz ez a, ez a fajta megfogalmazása. Megmondom, hogy miért. Ha azt mondom neked, hogy akkor ennek most a 93%-át neked érteni kellett volna. Mennyit értettél ebből, Laci? Valami vidám dolgot mondtál, az biztos, mert, mert az átjött a, a, de nem tudnám megítélni, hogy, Így van. hogy mit mondtál. Tehát nagyon, hiába rakunk be egy, egy, egy kínai filmet, vagy egy szlovák filmet, stb., hát ha csak nem tudsz, hogy a kínai, vagy a szlovákul, nem fogod érteni. És hát ez egy félreértelmezett kutatáson alapul volt egy perzsa tudós, amerikában élt, úgy hívják, hogy, hogy Albert Mehrabian, aki azt tesztelte, hogy vajon, amikor mi azt akarjuk megállapítani, hogy milyen érzésekkel rendelkezik a másik, akkor mennyiben hagyatkozunk ekkor a nonverbalitásra, és mennyiben hagyatkozunk a verbalitásra. És hát ugye ez nagyon egyszerűen ilyen hétköznapi nyelvre lefordítva, ez körülbelül úgy is nézhet ki, tudod, hogy, hogy megkezdem a feleségemet, hogy mi a baj, drágám, semmi. Nyilván ugye ebben a hangsúlyban már minden benne van, hogy valami probléma van. Ja, és hát próbálunk itt természetesen full gender semlegesek lenni, tehát nehogy, nehogy megvádoljatok minket azzal, de ez egy, egy hétköznapi példa, ezért említettem. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy el kell döntenünk azt, hogy a másik hogy érez, akkor 5, kb. 56-58%-ban hagyatkozunk arra ezen kutatás alapján, hogy egyébként a másiknak az arcmimikájára főleg, és a testbeszédjére, a 35%-ban körülbelül magára, a hangszínre és a hangsúlyra, mint az előbb is ezzel a példával mutattam, illetőlegesen csak 7%-ban a szavakba, szavakra. Tehát sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a hangsúlyra adott esetben, illetve a testbeszédre, amikor erről van szó. Most, hogy talán ez az első mítosz, amit szerettem volna leleplezni, mert ez a, tudjátok, ez a középiskolai szinten, amikor voltunk, és mondták nekünk, hogy a nonverbális kommunikáció az milyen fontos, hát akkor gondoltam magam, hogy jó, persze, az na, na hát hogyan érteném meg adott esetben a 90 át hát úgy, hogy már akkor is rosszul magyarázták nekünk ezt az egészet. Ezen podcast sorozat segítségével szeretnénk egyébként a kedves hallgatóságot és a nézőket olyan tudással felvértezni, ami szó szerint a, a tudattalan um, tudás világába fogja, a tudattalan tudás szintjére fogja hozni őket, hogy mit jelent ez. És pont ezen beszélgettünk, amikor jöttünk ide a kocsival. Ugye nyilván most már automata váltók vannak, de amikor amikor még régen ugye, kézi váltóval ugye, kellett autót vezetni, akkor az elején még mennyire megvoltunk lőve, nem emlékszel, emlékszel, amikor vezetni tanultunk, hogy mennyire uh, izgultunk és uh, 500... elég rég ez... volt, de még mindig emlékszem Igen, rá. De én is, tehát hogy Miért? Mert egy nyilván veszélyes, tehát ugye egyrészt ugye ebből az óból kifolyólag, mivel az épségünket ö, ö, fenyegeti, fenyegeti koszkáztatja, ez is sokkal fontosabb és jobban hogy koncentrálunk. És hát ez egy rendkívül komplex feladat. Tehát, hogy egyszerre lenyomni a kuplungot, váltani, kormányozni, környezeti bejövő ingerek, stb. stb. Ez ugye hihetetlen mentális, mondjáv, kritikus gondolkodást igényel és hát ugye belemegyünk majd ott esetben később a tanulás folyamatába, de ennek a lényege az az, hogy, hogy minél többet gyakornunk valamit, és egyébként álmunkban is kísérletek már azt mondják, illetve bizonyítják, hogy álmunkban is azt ugyanazt csináljuk, mint amit csináltunk a gyakorlás során, csak sokkal gyorsabban, és ugyanazok a neurális hálózatok mm -hmm. aktivizálódnak. aktivizálódnak, köszönöm, így van szó szerint, álmunkban is. Úgyhogy gyakorlatilag addig fogjuk gyakorolni ezt a testbeszédes kérdést, illetve hát szeretném majd arra ösztökélni a hallgatóságot, hogy azokat a típeket, praktikákat és trükköket, amiket tanulni fognak, azokat, azokat próbálják beültetni a mindennapjaikba. Ezekre is majd adok egyébként felhasználási útmutatót, hogy, hogy mik az, mi, az a, mi az az ív, mi az a tanulási görv, görbe, ami mentén azért sikereket lehet elérni és, és, és tanulni is lehet, de ezen skilleknek az ismétlésével gyakorlatilag eljutunk abba az állapotba, mint ahogy a, a kocsis példa is mutatja, hogy már nem kell gondolkoznunk azon, hogy például azt nézem, hogy mennyit pislog a másik. Most ez természetesen nem azt jelenti, hogy számolom, hogy mennyi pislog a másik, nem arra szoktatom a tudatalattimat, hogy vegye észre a változást. Uh -huh. Úgyhogy... Uh -huh. Igen, egyébként ez, ez, ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert általában egyébként a testbeszéddel kapcsolatban ö, van egy ilyen, egy ilyen érzése, legalábbis nekem néha van ilyen érzésem, hogy lehet, hogy, hogy nem tudom az összes szabályt, ami emögött van, vagy hogy mit, miért csinál a másik, meg is pont azon evolúciós és, és uh, neurális okokból kifolyólag értem, ami, ami történik, vagy az az érzetem, hogy értem Ilyen. azt, hogyha ő, ő haragos, értem, hogy ő szomorú, tehát ezt nem kell egy könyvből megtanulni ahhoz, hogy hogy pontosan lássam, hogy a másik, vagy 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 érezzem, hogy ő, ő mi az, amit uh, üzenni akar, vagy üzen felé. Ugyanakkor mégis uh, olyan szempontból helyt kell, hogy adjak, hogy én is, ahogy ahogy olvastam mondjuk Csésznek a könyvét, illetve egy-egy olyan cikket elolvastam a testbeszédről, mint például a, ö, szintén egy, egy, egy klasszikus téma, hogy a tükörneuronoknak köszönhetően, hogyha valakivel beszélgetünk, és a szimpatikus, akkor sok esetben ö, tükrözzük az ő testhelyzetét. Ez is egy ilyen, egy ilyen alapvető dolog. De hogy azon túl, hogy észreveszem magamon, hogy nézd, már ugyanolyan testhelyzetben ülünk. Igen ezt meg lehet fordítani, és, és, lehet aktívan is alkalmazni, hogy ezt a szimpátiát megerősítsük a másikban. És ez, ezen a ponton válik a tudatosság ö, jelentősé, hogy, hogy ezeket a praktikákat nem csak értem, és át tudom hozni a tudatos szintre onnan, hogy, hogy érzem, hogy mondjuk a másik mit, mit ö, kommunikál felém, de, de, de akár tudatosan értelmezem, illetve ez alapján olyan viselkedést tudok felvenni, ami számomra előnyös lehet az adott tárgyalási szituációban. Hát igen, nem csak hogy ugye előnyös lehet a számomra, hanem inkább másképp fogalmazok mindannyiunk számára. Uh -huh. Tehát én, amikor, amikor kontaktálok valakivel, akkor én azt szeretném, hogy a másik az nyitott legyen, barátságos legyen, ugye őszintébb legyen, őszinte legyen, merjen őszinte lenni, hiszen az mindenkinek hogy így mondjam, az uh, uh, beneficial, uh, hogy mondják azt? Előnyös. előnyös, hiszen az mindenkinek előnyös. És uh, nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye pontosan azt szoktam mondani uh, tanítványaimnak, hogy mi azt csináljuk a testbeszédbe, hogy a tudattalan tudás állapotából hozom fel a tudatos tudás állapotába, és azt a repetícióval, ismétlése annyiszor csináljuk, hogy ismét visszarakjuk a tudattalan tudás állapotába. Hiszen amit te is mondtál, amit, hogy az a zsigeri érzésünk, vagy az, az nem is kell zsigeri érzés lennie egyébként, az érzésünk, hogy megtük alapítani azt, hogy a másik az most haragos, vagy meglepődött, vagy stb., azt, ne, azt nekünk nem kell tanítani. Ez az operációs rendszerrel jön. Uh -huh. Miért? Hiszen több mint 10 millió éven keresztül, csak a bonobó csimpánzokig megyünk vissza, akkor az utolsó 10 millió évben szó szerint az életünk múlt azon, hogy hogy tudtuk felismerni a másiknak ugye a, a, a testbeszédét. Még a párzás is ezen múlott. Sőt, az ugye az állatvilágban a mai napig. Ugye ezen múlik. Hát abba bele sem megyek, hogy madarak táncolnak, stb. Ez, ez, már, ez, már egy külön, ez már egy külön téma. De most akkor a vadászatról nem is beszélve, hogy és nyilván egyébként evolúciós okai vannak annak, hogy mi férfiak miért beszélünk kevesebbet, kivételén persze, mint általában véve mondjuk a nők, mert, és miért jobb mondjuk a térlátásunk. Tehát ugye nekünk vadászatkor, ugye csöndbe kellett lennünk, és hát a tájékozódásunk is ezért lett, a 3 d tájékozódásunk lett fejlettebb, mint mondjuk adott esetben a, 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 a nőké. Úgyhogy summa summarum. És, és, és ugye a, a... Szerintem annak kezded a mondatot, hogy a nők pedig gyűjtögető tevékenységben, meg munkába vettek részt, és Éj ezáltal van. ők a kommunikáció terén évszázad és évezredes előnyt élveznek. Szó szerint. Szó szerint. És hát sokkal jobbak is egyébként, mint mi. Sokkal jobbak az érzéseiknek a kommunikálásában is. Sokkal jobban meg is érzik azt, hogy valami gáz van a palacsintában. Tehát, hogy drága jó Istenem, hányszor vittem a haza édesanyámhoz valamelyik barátomat, és akkor mondta azt, hogy, hogy, hát, fiam, nem tudom megmondani, hogy mi a baj, de valami nem stimmel ezzel a gyerekkel. És egyébként nem zajlódik le más ilyenkor a női agyban sokkal jobban, mint a férfiaknál, csak az, hogy tehát nincs hatodik érzék, vagy nincs zsigeri ez nem a gyomrodból jön. Persze. Hanem van az agyadnak kettő része, az egyik a fusiform gyros, a másik pedig a mid-temporal gyros, ami az egyik a szavak egyébként, másik pedig a, az arcmimika, illetve a, 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 testbeszédnek, illetve a nagy balisztikus mozgásnak az értelmezésére szolgál. És abban a pillanatban, amikor a verbalitás diszonanciát mutat, különbséget mutat a, a nonverbalitással, akkor feljön egy ilyen, egy ilyen vörös zászló, és azt mondja, hogy hát valami nem stimmel. Csak majd beszélgetünk majd, itt benne van egyébként a pontokba az emberi agy is, de lehet, hogy bele is térek, hogy ugye ez abból az obból kifolyólag van. Miért, van az, hogy nehezen tudunk beszélni mi az, ér az érzéseinkről? Tehát amikor megkérdezik hogy, hogy miért, szeretsz, miért szeretsz engem, drágám? És akkor mi férfiak külünk ott, mint egy, egy kuka, hogy hát azért, mert annyira rendes vagy, meg kedves vagy, meg, meg, meg mitén gondoskodó vagy, meg ilyesmi, ugye nehéz, nehéz ezt nagyon szavakba önteni. És az azért van, mert hogyha visszatérünk megint csak az evolúcióhoz egy pillantásra, monoból csimpázok 10 millió év, abból 9 millió 800 ezer éven keresztül, testbeszéden keresztül kommunikáltunk. És innen kanyarodtunk el, ugye, erről beszéltünk, hogy értjük a másiknak a jelzését akkor is, hogyha nincs hozzá egy, egy, egy kódexünk, hogy Pontosan. mi mit jelent, hiszen, hiszen erre vagyunk ö, programozva, kódolva, kódolva alapból is. Abszolút, abszolút. És Egyébként a... csak közben eszembe jutott erről, amit mondtál, pont ez a, hogy, hogy miért szeret drágám című kérdésre, hogy a, a Simon színeknek ez a Kezdj a miért el című könyvében, uh -huh. és nekem az egyik legmaradandóbb gondolat az ez volt, hogy, hogy az érzésekkel, döntésekkel kapcsolatos, és a döntéshozatalnak a a, az agyi központja az a limbikus rendszerben van, míg a beszéd ugye elsősorban a balagyfélteke és leginkább a neokortexben euh, zajlik, ami egy sokkal fejlettebb, sokkal később kialakult, evolúciósan később kialakult uh, agyi terület, és hogy ezért is nehéz sokszor szavakban önt, önteni azokat az érzéseket, a, egy Igen. döntést, ami, ami egy, egy sokkal uh, hierarchiában fölöttebb lévő agyi terület dönt el, és, és és nem feltétlen ebben a verbális meg a kommunikációs területen, tehát utána rá kell húzni valamilyen olyan racionalitást, racionalitást amit szavakba is meg lehet így fogalmazni van, egyszerűen, és ráadásul is, hogy érthető legyen a másiknak, ugye? Így van. Így van. Ja. És, és akkor visszatérve, a, a, ahonnan elkanyarodtunk, ugye, hogy, hogy, hogy miért hasznos, hogy, hogy ennek ellenére lebontsuk ezeket a, ezeket a viselkedési jegyeket, Ö, és tudjuk, tudjuk, átültetni a, a tudatos ö, tudatosság szintjére. Igen, tehát hogy az, hogy te tudsz olvasni, mert van ez a 9 millió 800 éves múltunk, viszont ezt ugye az utolsó 200 évben alakult ki a nyelv, amit nagyon jól mondta, hogy a neokortexünk vezérli, és hát nem kommunikál az a kettő egymással, szavakkal, tehát nem tud beszélgetni egymással. Ezért van az, amik, amit mondtunk, hogy nehéz kifejezni a, az érzelmeinket. Úgyhogy ugyanez van a testbeszéddel is, van, ami ugye visszakanyarodunk az eredeti, ahonnan eh, eh, kint, amit te felvetettél, hogy, eh, hogy van egy érzésünk azzal kapcsolatban, hogy a másik mit érez, vagy most mit kommunikál, viszont nagyon sok esetben, hát ha csak nem tényleg olyan látványos, ezt nem tudjuk szavakba önteni. Úgyhogy én azt szoktam csinálni, hogy, hogy ugye felszínre hozom lexikális tudással, lexikális tudás magyarul átadom a, most már a kedves hallgatóságnak is, ugyanis ez a sorozatunk ez erről fog szólni, hogy felvértezzünk benneteket azzal a fajta tudással, ami ahhoz kell, hogy azt, ha azt a kis tanácsainkkal addig Praktizáljátok, gyakoroljátok, hogy visszöltessétek a tudat alattiba. És akkor már nem kell olyan kognitív, azaz olyan hát logikus gondolkodást és fókuszt hozzátenni ehhez, mint mondjuk a visszatérhet megint a vezetéshez. Tehát az elején nagyon sok energiát, nagyon sok cukrot kell felhasználni az agynak, ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat ugye, megcsinálja. És ugye ez felé, tehát ez gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy... Egy új neurális pálya. Így van. Tehát amikor én egy, egy, egy kenyeret akarok kenni, egy vajas kenyeret, akkor az nem úgy néz ki, hogy a két neuron között épül egy legrövidebb távolság, az az egy egyenes, hát ha csak nem gömbről van szó, de most ebben nem menjünk bele, Üm, hanem, hanem az első folyamat, amikor ezt tanuljuk, amikor tanuljuk a cipőnket kötni, vagy bármi, az sokkal keszek úszába. Először elmegy ide, oda, amoda, és akkor végén bejár egy tök nagy utat, és akkor egy B neuronban megáll. És ezt addig gyakoroljuk, amíg azt mondja az adott, hogy hoppá, hát ezt nekem sokszor kell végrehajtani. Már pedig az evolúció az energia hatékony, nem szeretne energiát pazarolni. Hát akkor építek én, ezt a két neuront ezt szépen összekapcsolom, és minél többet használom ezt a pályát, annál ugye erősebb lesz maga a kapcsolat is, és annál biztosabb maga a tudás. És ekkor, tehát magyarul, ha egyébként nagyon röviden belemegyünk egy picikét neurobiológiába, akkor azt tudom nektek elmondani, hogy van a, a tudat a limbikus rendszerednek egy része, az úgy, úgy nevezik, hogy RAS, RAS, az, az, az a reticular activating system, ez a, az, az örömöket, illetőlegesen a veszélyeket, a szám, vagy pedig a számunkra fontos dolgokat jelöli meg. Ezt úgy kell elképzelni a, a hallgatóságnak, hogy van több milliárd bitnyi információ, ami minden egyes másodpercben, tízebb másodpercben a vizuális kortexen keresztül, különböző érzékszerveinken keresztül áramlik befele a mi tudatunkba de ebből csak nagyon keveset realizálunk. Na uh -huh. most ez az RES is az egyik része az, ami eldönti az, hogy mire fókuszáljunk. Tehát, és ugye, hogy tudsz beszélni a tudat alatt itthoz, ugye én másfajta, én másfajta kurzusokon, amikor befolyásolás technikáról beszélgetünk, vagy pedig profilozásról, kifejezetten nem testbeszéd olvasásról, akkor azt szoktam mondani, hogy ugye hogy beszélsz a tudatalattidhoz, ha ő nem érti a nyelvet? Hát megmutatod neki. Uh -huh, uh -huh, hát, hogyha eklatáns példát mondom, hányszor voltunk már úgy, hogy vettél egy új autót, én is bakker, <t> <és t> Nem szoktam minden nap. <t> és bakker, de, de viszont amikor megvetted azt a kocsidat, ami van most, lemerem fogadni Mindenütt ugyanazt a kocsit láttad utána a következendő egy-két hétbe. Igen. És ez csak azért van, mert megmutattad a tudatalattinak beleültél az autódba, megszagoltad, megfogdostad, megvizualizáltad. Üzented, hogy ez egy fontos Igen, információ. Van. Azt mondtad, hogy hoppá, hát a lacinak ez fontos. Akkor most megmutatom a bejövő információk közül a lacinak ezeket az elemeket. Uh -huh. Tehát, hogy mi ugyanezt csináljuk a testbeszédben is majd, a következő epizódokban, hogy e, megmutatjuk, felszínre hozzuk ezeket az elemeket, amiket mindenki tud tudat alatt. Tehát, és utána rögtön, rögtön kiszúrja majd az illető, van. amikor szembe találja így magát van, a való illető. illető. Amikor feljön az a gesztius, amikor feljön az, a, az az, adaptor, az az illusztrátor, vagy bármi, akkor a tudat alattid, az RAS, az megvilágítja. És azt mondja, hogy hopp, ez neked fontos volt, Bence. Na itt van, akkor most tessék, eldöntheted, hogy mit kezdesz ezzel az információval. És kellő ismétlés esetén a, az illető a mesteri, mesterévé válik ennek a fajta látásmódnak. És akkor beszéljünk egy picit ö, a mesteréválásról, illetve a, az ilyen tudat, tudatalatti kompetenciáról. Így van. Tehát, hogy, hogy pontosan, pontosan erről ez lesz, hogy. A tudatalan kompetencia végül is utána a, a tehát a, a tudásnak a legmagasabb foka. Amikor nem kell arra figyelned, hogy hogy dobod el azt a kosárlabdát, hanem egyszerűen csak magától megy. És ezt nyilván egy repetícióval, gyakorlással tudod megcsinálni. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogyha a, az agymosást egy szóban kellene jellemezni, az nem más, mint a repetíció. Az az a repetíció. A uh -huh. észre, hogy kétszer mondtam egyébként a szó, ez <laughs> uh, Úgyhogy ezt fogjuk csinálni, ismétlünk, és, uh, és hát uh, ugye mindenki talán találkozott már azzal az érzéssel, hogy megnézett kettő darab YouTube videót valamiről, és azt mondod, hogy áh, ez nekem már megy. Most ez a, a Dunning-Krüger effekt, ezt a pszichológiából, ezt jól, jól ismered, uh, ez igazából azt jelenti, hogy minél kevesebb információnk van egy témáról, azt hiszük, hogy annál jobban tudjuk azt. És hogy elkezdünk belemenni ebbe a nyúlüregébe, akkor úgy jövünk rá egyre jobban és jobban, hogy hát igazából semmit nem tudunk. Hát ezért szokták, amikor engem megkérdeznek általában véve, hogy, hogy, hogy felkonferálnak, hogy tudod, a profilozó testbeszéd szakértő. És akkor majdnem mindig kiavítanám őket, hogy Hát figyelj, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkonfot, hogy testbeszéd szakértő, de még csak egy alázatos szolgája vagyok ennek a, ennek a tudománynak. Hogyha mondjuk Chase Hughes-ról beszélgetünk, vagy gyónaváróról beszélgetünk, aki a, a taktikai e, egységet, a taktikai e, viselkedési egységet e, 60 valahányba megalapította az FBI-nál, vagy mondjuk ugye Ellen meg Barbara Pirzről beszélgetnénk, Közben megint egy más kávéház, viszont biztos vagyok benne, ha megkérdeznéd őket, akkor valószínűleg tartom, hogy ők is ugyanezt a, ugyanazt a választ adnak. És, és valószínűleg azért, mert ők is tisztában vannak a, a Dunning-Kruger effekttel, ami ugye a, a, a tudás és a, a vélt tudásnak az összefüggését vizsgálja, és ahogy már elkezdted mondani, két Youtube videó után már előre, előszeretettel érzi azt az ember egy adott témában, hogy szakértője annak, ugye egy rövid idő alatt viszonylag egyébként, egy tehát egy viszonylag tudást, szert téve, nagyon megugrik az az érzése az embernek, hogy ő ért ehhez. És utána, utána ahogy folytatja a tanulást, úgy fokozatosan és elég ö, meredeken, ezt szokták ábrázolni ilyen, ilyen matrixon is, ö, ugye lecsökken és hirtelen a, 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 a a tudatába kerül, hogy, hogy mennyire nincs ez így, és hogy igaziból az egész terület mennyire, mennyire komplex. Ja, ö, és, és akkor utána erről a ö, nagyon alacsony pontról, vélet tudási pontról kezd el fokozatosan az embernek a, a tudása kapcsolatos magabiztossága is megnőni, ahogy egyébként ténylegesen is már ö, jártass, jártassá válik abszolút, a témában. Abszolút. És hát ugye ezzel nem akarjuk elvenni senkinek sem a kedvét természetesen, mert arra biztatnánk igazából mindenkit, hogy egy kis kitartással ötvözve, és arra sarkallanánk mindenkit, hogy azt az érdeklődést, ami, ami most jelenleg ezt a nyilván nem véletlenül kapcsolták be a hazugságvizsgáló podcastot, valószínűleg tartom, hogy a téma ugye érde, érdekelt a kedves hallgatóságot, hogy ezt egy picike kis kitartással ötvözzük, akkor, akkor arról a szintről hogy én mondjuk egy nővér vagyok inkább úgy gondolom hogy a, a, az oktatásnak a, vagy az, az oktatási sorozatunknak a végére el tudunk jutni arra a szintre hogy a mondjuk az orvos sebész szintjére és akkor itt is itt át is kötök arra arra hogy mi a különbség a tudás és a skill között és akkor egy költői kérdést feltennék, hogy vajon te, Laci, kinek, kinek a háta mögé ülnél fel motorozni szívesebben? Egy olyan valaki mögé, aki húsz éve az összes könyvet elolvasta motorozásról, vagy húsz éve motorozik? Hát attól függ, ha izgalomra vágyok, akkor lehet, hogy a, aki, aki 20 éve tanulja, de azért nem fűzök nagy reményeket a túlélésemhez. Ilyen szempontból természetesen, aki 20 éve motorozik, az biztosan ö, sokkal ügyesebb. Igen, abszolút. Tehát, hogy, hogy ö, miért? Mert gyakorolta, gyakorolta, gyakorolta és gyakorolta, nem pedig ugye az elméletben volt. Tehát nekem az a legnagyobb félelmem most, hogy aki hallgatja ezt a műsort, az azt mondja, hogy hm, ezek a srácok érdekes dolgokról beszélgetnek itt, de utána nem fogja alkalmazni azokat a dolgokat, amiket a következő epizódokban megtanítunk a számára. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha csak a mondjuk a 10%-át meg fogják fogadni annak egyébként, amiről mi, amiket fogunk venni, akkor az emberek 99%-ánál jobb kommunikátorok lesznek, és akkor már azt gondolom, hogy, hogy megérte bejönni ide a Podcast stúdiójába. A teljes podcastot és az évad többi részét a podped.hu oldalon vagy a PodPed applikációban éred el. PodPed!